hogy ez valójában nem egy orosz-ukrán háború, hanem egy olyan proxy háború, amit még csak nem is az Egyesült Államok folytat, hanem az úgynevezett nyugat, a nyugat pedig a mi, legalábbis az én megfogalmazásomban, a dollár nevű magánpénz urainak az impériuma, folytat Oroszország ellen, abból a célból, hogy a meggyengült világpiaci pozícióit visszaerősítse, és alapvető javakban, ugye itt az energiahordozókat és az élelmiszereket gondolom, vannak mások is, futottak még természetesen tőzsdei termékek ezen kívül is, pozíciókat javítson, és az ott fellelhető kincsekre rátegye a kezét, legalábbis menedzsment szinten, most többet nem mondok, egy ilyen Jelcin-féle figura az elég lenne ehhez. Mellesleg, miután ezt a dolgot valahogyan össze kellett hozni, meg pofát is kellett a gyereknek adni, hát azt mondja, hogy akkor gömböljük bele ezt egy háborús keretbe, az mindig beszokott jönni, egy proxy háborúba, amikor mi, hát mi nem, hát dehogy. Sőt, akitől el akarjuk szedni a javakat, majd az elkezdi a háborút, mert addig szekáljuk, míg nem volt, nem lesz neki más választása. Most ennek a részleteiben azért nem megyek bele, mert ismertek. Egyrészt ugye 14-ben csinálnak egy mesterséges forradalmat, egy Majdan nevű téren, egy olyan 2 négyzetkilométeren, nagyon klasszul bejön, 5 milliárdot már ráköltöttek, mondja az egyik alapvető szervező asszonyság, aki ma is ott ül a külügyminiszter helyetteseként. Felépült az a hatalom, aki proxiként majd ezt a háborút az oroszok ellen megvívja, azzal az eséllyel, hogy le is lehet őket győzni. Tehát ezt a dolgot így kell értelmezni. Na most, hogyha ez így van, és visszautalnék az, amit szerkesztő úr elkezdett mondani, hogy és most a háború legfontosabb kelléke Monte Cuccoli óta a pénz és a pénz nem annyira szaporán fog előállni, legalábbis a nyugat amerikai térfelén, akkor bizony, hát azt mondom, a fogaskerekek közé nem csak ilyen kis iciri-piciri kis kavicskák, hanem egyre nagyobb kődarabok zúgnak be. Nézzetek, tehát Európának azt kellene végre felismernie, hogy Ukrajna Európai Uniós tagsága, ami láthatólag iszonyatos erővel, amit iszonyatos erővel tud. Paromira nyugodalom, ez hát most ez már valóban ez elég a, a Jean-Michel már azt mondta, 2030-ra bőven betesz. Persze, tehát hogy ez már szinte kézzelfogható, és nincs kétség, mivel emögött ez a 3000 éve nem létező erő húzódik meg, amelyik viszonylag ritkán egyezett bele abba, hogy nem az történik, amit ő akar, szám szerint egyszer sem, az elmúlt 3000 év során. Tehát tolja be, és ez meg is fog történni, nagy valószínűséggel, akár 2-3 éven belül ez megtörténik, akkor ezzel valójában az játszódik le, ami a legsötétebb rémálom, amit őszintén nekem sem volt olyan sötét képzelőröm, hogy ezt el tudtam volna képzelni, hogy az agonizáló amerikai birodalom a saját hatalom gazdaságát, és most már amíg a háború konkrétan tart, a saját hadigazdaságát belenyomja az Európai Unióba, és onnantól kezdve már hivatalosan és intézményesen is 100%-ig Európának kell viselnie egy olyan pusztító folyamatnak, nem csak ennek a háborúnak, minden pusztító folyamat a következményeit, amit eddig értelemszerűen valamilyen formában az amerikai világbirodalomnak kellett viselnie. És tulajdonképpen abból a szempontból teljesen logikus is, ezt mindig elmondjuk, hogy az, hogy Amerikának, mint nemzetállamnak a vagyona ma már kisebb, mint az összes tartozása, ami világtörténelmileg példátlan. Tehát ez értelmezhetetlen volt, hogy egy világbirodalom eljuthat. Egyáltalán egy ország eljuthat, de hogy egy világbirodalom eljuthat oda, miközben egyébként óriási hadseregével az egész világot fenyegettetés alatt tartja, hidraulikái folyamatosan elszívják a világ erőforrásait, és mégis olyan mértékben van eladósodva, hogy nagyobb az adósága, mint az egész vagyona, és ebből a szempontból teljesen érthető, ha egy élősködő, tehát egy világélősködő ilyen helyzetbe kerül, hogy annak ellenére, hogy élősködik a világon, de mégis már akkora a gazdálatot tönkreteszi, maradjunk már. Értelemszerűen neki nincsen, tehát nem, abban ne reménykedjen Európa, hogy valamiféle, hogy mégiscsak van valami határa ennek, vagy mérték. Tehát ha volt a történelem során mértéktelen és gátlástalan világbirodalom, akkor ez most az agonizáló amerikai birodalom, és ez Európa számára valóban mindenféle értelemben a teljes társadalmi, gazdasági, kulturális összeomlást fogja eredményezni, és ha ehhez még mondjuk a migrációs nyomás meg egyebeket is hozzáteszünk, akkor innentől kezdve azért elég nehéz elképzelni, hogyha semmi eredménye nem lesz, vagy mindebből semmi nem mutatkozik meg a most már egészen közel
héten lévő európai parlamenti választásokon, akkor azért elég nehéz elképzelni azt, hogy mégis minek kellene még történnie ahhoz, hogy Európa, elsősorban Európa népei jussanak el ennek a felismeréshez, és az egyes parlamenti választásokon, most már Lengyelországban is megtapasztalhatjuk ezt nyilván, meg jó néhány egyéb európai országban is, mondjuk a következő 2-3 évben, tehát hogyha semmi jele nem lesz annak, hogy Európa népeinek van reflexív, vagy elvileg lehet valamiféle reflexív viszonya ehhez a végveszélyhez, az azért elég szomorú jövőt vetít. Akkor nézzük.